Budapest sportcsarnokban 1983. június 3-án rendezték meg az Ibusz Oyama Kupa Kyokushinkai nemzetközi egyéni versenyt. Ország legjobb versenyzői jöttek, hogy megküzdjenek egymással a Kyokushinkai KO szabályai szerint. 51 versenyző vonult fel a tatamira, hogy bemutatkozzon a mintegy 12 000 érdeklődő nézőnek. Köztük több Európa-bajnok, Európa-bajnoki helyezett. A versenyt három súlycsoportban rendezték. 70 kg alatt, 70 és 80 kg között és 80 kg fölött. A zsúfolásig stelt sportcsarnokban bemutatták a vendégcsapatok vezetőit, edzőit, valamint a verseny díszvendégeit. Többek között Poyák József, kétdanos, judo és karatemester, a karate társadalmi elnökség tagját, a magyar karate sport megalapítója. Mészáros Attilát, háromdanos mestert Svédországból, aki elindította hazánkban a Kyokushin karatét. Nagy Sándort, egydanos mestert Svédországból. Howard Collins, ötdanos mestert Svédországból. Steve Arney, hétdanos mestert, az Angol Karate Szövetség vezető. Luke Hollander, hétdanos mester, az Európai Szövetség elnöki. A verseny fővédnökét, Popper Györgyeltársat, a Magyar Karate Társadalmi Elnökség elnökét, a minisztertanács osztályvezetőjét. A versenyzőket és a közönséget Szenszei Adámi István, háromdanos mester, a Kyokushin Karate szakág vezetője köszöntötte. Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves közönségünk! Igen sok munkánkba került, még ezt a szocialista országban első alkalommal megrendezett nagyszabású Kyokushinkai versenyt létrehoztuk, de úgy érzem és hiszem, hogy a mai este nem fog nyomtalanul eltűnni az Önök szívében. Kívánok Önöknek nagyon jó szórakozást a mai estére, és sportszerű szurkolást. Szeretném bemutatni Önöknek azt az embert, aki a világot megalapította a Kyokushin karatét, életét áldozta a karatéért, eddig így 50 évén töltött el ezen a sportágban, és azt hiszem, bátran mondhatom, hogy a legnagyobbat nyújtotta eddig a világ karate történelmében. 10-dalos mester, neve Slough Kyokushinkai. Yes, I'm going to have to be
Kedves közönség, az, hogy én most itt önök előtt állok, egy hosszú-hosszú időszak munkájának eredménye, és számomra nagyon nagy öröm. 25 éve, hogy az Oyama karate létrejött, és 20 éve alakult meg a Kyokushinkai világszövetség, mégis, hogy most ilyen szép számmal itt vagyunk, az az együttműködés, a szakágazatvezetők munkájának eredménye, amelyért hálás köszönetemet fejezem ki. A Kyokushinkai karate azt a célt tűzi a karatéka elé, hogy szellemi és fizikai képessége határait ismerje fel, és harcoljon a legtávolabbi igazság megismeréséért. A világon 120 országban, sok ezer dojóban, közel 10 millió karatéka vállalta ezt a célt. Az, hogy a Kyokushinkai karate ilyen széles tömegeket mozgat meg, és az, hogy önök mindnyájan jelen vannak itt, az igen nagy dolog. Jövőre Japánban megrendezzük a harmadik nyílt világbajnokságot. Az, hogy most itt Magyarországon egy ilyen nemzetközi verseny létrejött, az nekem már régtől fogva nagy álom. Néhány nyugati ország rendezett már ilyen versenyt, de az itteni szervezettsége, nagysága, a résztvevők színvonala minden eddiginél jobbat ígér. Köszönetet kell mondanom a társadalmi elnökségnek, a szakágazat vezetőjének és a közönségnek is, hogy ennyien eljöttek. A jövő évi világbajnokságon számítok az európai országok részvételére és különösen a magyarokéra. Köszönöm a meghívásukat! Japán hagyomány szerint Toyofuku japán versenyző mondta el a Kyokushin 7 pontos esküjét. Majd szabályismertetés következett, amelyet Somogyi Zsolt és Kivés György egydanos mesterek mutattak be. A végtagokra karnak lába irányba ütések. Testre irányuló rugások és fejre irányuló rugások. Rugás testre és fejre félfordulattal. Rugás fejre, majd testre térdel. Ütés testre, majd rugás fejre térdre. Tomba irányuló rugás, majd teljes fordulattal rugás fejre. Rugás tombra és rugás testre, sarokra. Fejre rugással támadott, ellenfél ellen lábszöprés alkalmazása. Valamint lábszöprés, testre támadó volt szemben. Kancho Mas
magyar karatékák különböző alap, forma és küzdő gyakorlatokat mutattak be ezután. És ezzel mintegy bevezették a közönséget a karate gyakorlatok világába, felépítésének megismerésébe. Ezeknek a gyakorlatoknak az elsajátításán keresztül válnak a karatékák kemény, küzdelemre képes versenyzőké. A Kyokushin karate fő jellemzője, hogy küzdelemben leütésre, knockdownra törekednek versenyzői. Kezdődtek a küzdelmek. A mínusz 80 kg-ban, ahol 24 versenyző indult, a 16 közé jutásért küzd a fehéröves Balázs István és a pirosöves Kacsmárcsik lengyel versenyző. Dinamikus küzdelemben a magyar fiú szerezte meg a győzelmet. Szintén a 16 közé jutásért küzd a pirosöves Andi svájci és a fehéröves spanyol Kasilerász. A svájci szinte felőrölte ellenfelét. Fehérővel Bögre Gyula harcol a pirosöves Markó Erc belga versenyzővel. Bögre is a 16 közé jutott. Minden súlycsoportban kötelező törés technikával kezdődött a 16-ok versenye. A szabály az, hogy kétszeri sikertelen próbálkozás után a versenyző kiesik a versenyből. Az első törést ököllel hajtották végre. Furcsának tűnt sokaknak, hogy a néphadsereg katonái is részt vettek az Oyama kupa rendezvényén. Sokan nem tudják, hogy ma már tanítják a katona fiataloknak a közelharc technikák között a karate elemeket is. És méghozzá nem is akárki, hanem Sensei Furko Kálmán háromdanos mester irányításával, aki itt szuronyos puska elleni harcot mutatott be tanítványával. Talán mondanom sem kell, hogy ez a gyakorlat közel sem beszélt bele. Furko Kálmán százados szinte éles küzdelmet állított be, és hajtott végre sikeresen. A nemzetközi tekintélyű mester Kancho Oyama itt jártakor szerezte meg harmadik danját, így sensei, azaz tanítói tisztet, és brand chief, azaz ágazat vezetői rangot is kapott. János küzd a plusz 80 kg-os kategóriában fehérővel a bolgár Atalaszov ellen. Igen nehéz küzdelemben Boros jutott a nyolc közé. A
ugyanebben a kategóriában tojafuku japán pirosővel, és Jeff Kerr-Ritchie angol fehérővel. Jutott ereje, hogy biztassa az angol fiút. Ennek ellenére valahogy mégsem sikerült neki ez a mérkőzés. Értékelhető találat hiány az angol fiú súlykülönbséggel győzött. Halász Károly pirosével, Keska Román lengyel fehérővel. Igen nehéz küzdelem volt, hosszabbítás is volt, Halász Károly nagyon elfáradt. A lengyel fiú jutott tovább. Ismét Balázs István a tatamin. Ezúttal Nikta Costa, angol versenyző ellen, aki piros ővel versenyez. Úgy rendezik, hogy egy mérkőzés 2 percig tart. Ha értékelhető találat, azaz megrendítő erejű ütés vagy rúgás nincs, akkor 2 percet hosszabbítanak. Ha ekkor is döntetlen, akkor a súlykülönbözet, legalább 5 kiló különbség, vagy a tört deszkák száma dönt. Ha így sincs döntés, akkor ismét 1 perc hosszabbítás után a bíróknak kell döntenők. Balázs István végigharcolta az 5 percet. És végül is bírói döntés alapján ellenfele jutott tovább. Minden mérkőzésnek, minden versenynek akadnak humoros percei is. Itt például a bírók legnagyobb meglepetésére Bögre Gyula ellen nem a kiszólított lengyel versenyző, hanem egy később szereplő versenyző állt ki. Kis tanakodás, aztán ezt a fiút elküldik, és jöhet az igazi ellenfél,
Niedziokka Margk Lengyelországból. Közönség jól terült a kis tévedésem. Bögre Gyula piros övvel valószínűleg nem örült ennyire a sokkal erőteljesebb és technikásabb lengyel ellenfél. És ugyanaz! És ugyanaz! Hagyjad, hagyd fordulat! Ez az Gyula! Nem látják, hogy csak gyerünk! Hagyjad, hagyd fordulat! Hagyjad, hagyd fordulat! Hagyjad, hagyd fordulat! Megintik másodszor! Végül is kifordult vállal, feladta a küzdelmet. Mr. Hollander, ön az Európai Szövetség titkára. Hány ország tartozik az önök szövetségéhez? You are the president of the European Association. How many countries do belong to this association? Around 21. 21 ország tartozik. És körülbelül mennyi versenyzővel rendelkeznek? How many competitors do they belong? All over Europe? All over Europe. Just about. Just about. Boy, 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 boy! Maybe between 200,000 and 300,000? Két or 200-300 ezer versenyző. Tetszik önnek ez a verseny, amit most nézünk? Do you like this competition here? Yeah, it's good. And first time here in East Europe. Nagyon élvezett a verseny. Először van Kelet-Európában. Számos szervezet van Romániában, Lengyelországban, ahol már voltak versenyek. Magyarországon az az első nagy verseny, amit rendeznek. International Kyokushin Tournament. Ön hét danos mester. Mi nagyon nagy tisztelettel nézünk önre. Látott olyan magyar versenyzőt, vagy itt a versenyen, vagy régebben, akiről el tudja képzelni, hogy eléri azt, amit ön? So you are seven done, so we are looking at you with very great honor. Can you imagine some competitors here who could reach this high level of karateka? Usually normal way speaking, when you start... Tehát ahhoz, hogy az ember előre jusson a karatéba, vizsgákat kell tennie, egészen a negyedik danig. A negyedik dan után, tehát technikában és küzdelemben, negyedik dantól már a szervezetben való munkásságát is értékeli. Tehát ott már nem kell küzdenem, ott már följebb már a szervezeti munkákban kell jeleskednie. Tart bemutatókat is néha? Sometimes do you make shows of karate? Yeah, we do it already. 20 éve csinálják egyfolyamban, szerte a világon mindenhol. Itt nekünk fellépünk? Here today, would you do something? No. Nagyon sajnáljuk. Sorry, it says. Yeah, you know, sometimes it's difficult to do things, but usually the younger people take over, you know, and they are maybe better. Azt mondja, most egyre nehezebb, a fiatalabb emberek most már lehagyják, és néha jobbak is. Köszönöm szépen a riport. You're welcome. Thank you. Thank you very much. Nice to meet you. Bódi István piros övvel Európa-bajnoki harmadik helyezettünk a kuwaiti Alaeddin Saranek ellen küzd.
kuwaiti versenyző nagyon. A technikásabb a nagyobb állóképességű Bódi István győz, és bejutott a legjobb 8 közé. Yildirim Hasvetin Ausztriából piros övvel, David Jones Belzből. Az osztrák fiú igen technikásan küzdött, de végül is a verszi fiú jutott tovább. Borza József, szolnoki versenyző, a román Florescu Pavellel. Borza egész verseny alatt rendkívül erőteljesen, dinamikusan versenyzett. Az est egyetlen KO-ját is ő írta. Marek Drozdowski Lengyelországból piros övvel, és Torek Tavarva Kuwaitból. Győz Margk, Lengyelország. Közéjutáshoz ismét törés feladat, ezúttal kézéllel. Kivés György. Bódi István. És Borza József. Persze második törésük sikerült. És itt Howard Collins, Mészáros Attilával, Sai, a szamuráj kardot imitáló bambuszkard, Shinai el. Sıla! Sıla!
másnál is a középdöntő. Az angol Thompson Péko Gábor ellen. A kis termékű Thompson győz. A mínusz 80 kilós kategóriában Bódi István Delcsinov bulgár versenyző ellen, aki pirosővel versenyzik. Győzött a bulgár fiú, Bódi István ezzel elbúcsúzott a versenytől. A tatamin Kivés György piros övvel és Constancia holland versenyző fehér övvel, a 70 kg alatti kategória versenyző. Győz a holland fiú. És itt ismét Borza József. Ezúttal Jones Velszi versenyző ellen, aki piros ővel versenyzik. Fire! No! You're gonna have to.
Borza József versenyzésében a karate minden szépsége benne van. Igen, látványosan, dinamikusan, erőteljesen versenyzett. Ezt a mérkőzését is megnyerte. Marek Drozdzsovszki pirosővel, Hans Biet, Svédország, Európa bajnok ellen. Marek Drozdzsovszki 4 évig tanult Magyarországon, ezért is biztatják magyar nyelven versenyző társai. Rendkívül erőteljesen versenyzett, és igen technikásan, egyáltalán nem tisztelte Európa bajnok ellenfelét. Végül is sérülés miatt abba kellett hagyni a versenyzést. És ismét törés a 4 közéjutásért. Borza törte a legtöbbet, őt mutatjuk. Boros János pirosővel, Wedel fehérővel, Hollandiából. Kilogrammos kategória döntőjébe Boros sérülése miatt a holland fiú került. Ezen a mérkőzésen Keska román lengyel és Thompson angol mérkőzésén dől el, hogy ki lesz Wedel ellenfele. Sem tudott kibontakozni. Hosszabbítás után súlykülönbözettel győz, és ezzel döntős Thompson, Anglia. Bemutató. Brian Fitkin, 5 danos mester, sípcsonttal tör el egy baseball ütőt. A mínusz 80 kg-os kategóriában de Costa angol nem állt ki sérülés miatt Andy Schweitz ellen. A másik ágon Niedziokka került a döntőbe, aki Bódi István győzte le. A Costa sérülés miatt győz Andy Schweitz. Sensei Adami István, 3 danos mester, kattát mutat be.
mínusz 70 kg-os elődöntőben a holland Constancia és az angol Pickthall mérkőzik egymással. Constanciát a most következő szabálytalan térdrugásért leléptetik, így Pickthall került a döntőbe. Borza József fantasztikusan szépen mutatkozott be Hans Biet, svéd Európa bajnok ellen a 70 kg-os elődöntőben. Az Oyama kupa legnagyobb meglepetése Borza József szereplése volt. Ez a fiatal magyar versenyző néhány év alatt a magyar élvonalba küzdötte magát. Borza József ezen az estén bizonyította, hogy nemzetközi mércével is mérhető. Hozzátartozik az eseményekhez, hogy elmondjuk. Oyama mester a verseny után Danos vizsgára engedte Borza Józsefet, és megkapta az első dant Oyamától. Győz Borza József, s így döntős. Ismét bemutató készül. Ryan Fitkin, ötdanos mester, fejjel készül eltörni 6 cementéget. Döntők következnek. Thompson, Anglia, Wedel, Hollandia a plusz 80 kg-os kategóriában.
ezzel a félpontot érő combrugásával megnyerte ezt a mérkőzést, és így megnyerte a plusz 80 kg-os kategória Oyama kupáját. Szenszei Adámi István, háromdanos mester, jégtörésre készül. A 80 kg alatti kategória döntője. A pirosöves svájci Andi és a fehéröves lengyel Niedziokka. Hosszabbítás után a fizikailag erősebb svájci Andi szerezte meg a győzelmet. Howard Collins, ötdanos mester, és Alvin Heath, háromdanos mester bemutatója. Karatéka kard ellen.
Thank you very much. A mínusz 70 kg-os kategóriában az angol Pickthall nem állt kísérülés miatt. Így győzött Borza József Magyarország. Kancho Mas, önt nagyon nagy szeretettel és tisztelettel várták erre a versenyre a Kyokushinkai karate művelői és kedvelői. Mi a véleménye az eddig látottakról? Hungary deva Oyama Kancho no koto totemo sonkei shite matte orimashita. Arigatou gozaimasu. Soshite Hungary de kono shiai no aida ni mita mono kouyu you ni naru ka sou kangaemashita ka? Motto Iya, sonna koto wa mou maruku no kangaete inai. Masu ni konna ni hito ga takusan atsumaru to omanakatta no. Sore kara kore dake rinki ga aru to wa omanakatta no. Tsugi wa ni kore dake soshiki deki ni ne アデミール会長中心としてそれから支部長中心としてこんなにね固まっていると思わなかったんです。Egyrészt nem gondoltam volna, hogy ennyire népszerű itthon ez a sport, itt ez a sportág, másrészt nem gondoltam volna, hogy ennyien eljönnek ide, és továbbá úgy érzem, hogy az Ádám István által vezetett szakág nagyon erős és jól fog fejlődni. Én úgy gondolom, hogy ön nagyon boldog ember lehet, hiszen megalkotott valami szépet, értékeset, hasznosat, és ez elterjedt az egész világon. Bizonyára örül, mikor látja munkája eredményét. Watashi no kangaekata de wa Oyama Kancho wa daihen shiyawase na hito dewa nai ka to omowarete imasu. Naze ka というと sore wa totemo daisetsu na mono o tsukutte sore wa sekai juu no doko no kuni ni mo hirogarete kouyu you ni sekai o mawaru toki ni donna kimochi de shou ka? Shichou ni ima anata no oshiatta you ni watashi wa daihen shiyawase desu. Jibun no shikoto o issokenmei yatteru kara. Valóban én igen boldog vagyok és megelégedett, ahogy ön is mondta, mert azt csinálom, amit szeretek, és csinálom a munkámat. Mit tudna javasolni, mit tudna üzenni a magyar fiataloknak? Hungary de karate o yatteru hitobito ni donna you na messeji o? Missu aru te. Sensei ni suite keiko o suru toki ni ne. 信用して稽古をしてるんだからね、憎そう言わない。一つ。A tanárnak, a fölöttesnek, a mesternek ellent mondani tilos. A fölöttes, a mester tudja, hogy mit kell tenni. 2番目はね、約束を必ず守ること。A második, az ígéretet feltétlenül be kell tartani. 3番目はね、体に一生懸命ね、心身とも、心もね、体もね、真摯ともね、精進すること、一生懸命やること、このミスだって。És a harmadik pedig az, hogy a karatét nem csak testtel, hanem fejjel is, tehát mind a kettővel együtt erőt befektetve kell művelni. これをやったらね、もっともっとハンガリーの空手がアップしますって。És ha ezt így folytatják, akkor a magyar karate egyre tökéletesebb lesz, egyre jobban fejlődik. Ön sokat utazik. Bizonyára tudja, hogy mennyi Kyokushinkai karatés van szerte a világon jelenleg. Message wa arigatou gozaimashita. Soshite ato hitotsu no shitsumon de wa sekai juu ni Kancho no kangaekata de wa karate no Kyokushinkai no senshu wa dono gurai iru de shou ka? Yoku wakaranimasen. Wakaranai to kaiin wa ne 1000 man nin da kara. 1000万人だからおそらくね、ハンガリーの人口と同じぐらい会員がいます、世界各国に。Pontosan sajnos ezt nem lehet így tudni, de ha az egyesületi tagokat nézzük, akkor körülbelül elmondhatjuk, hogy egy magyarországnyi lakosságnyi karatés van a világon. Kancho Mas, az ön példája nagyon nagy hatással van a magyar karatés fiatalokra. Köszönjük, hogy eljött, reméljük jól érezte magát nálunk, és kívánunk önnek nagyon jó egészséget. Oyama Kancho のことはハンガリーではどこでも褒めております。ですからこれからもよく仕事をやって、またハンガリーへ。ありがとうございます。どっちもね、どっちもね、ハンガリーはいい国だったって、私が考えた国と違うって、ものすごいいい国だって。綺麗で人間がよくて、人がよくて、そして習慣がいいから非常に好きですって。
és minden várakozásommal ellentétben gyönyörű, remek ország ez a Magyarország. Jók az emberek, és jók a szokásai. Mást gondolt rólunk, mikor elindult? Nem gondoltam volna, hogy ilyen lesz, mielőtt jöttem. Nagyon köszönöm. Az Ibusz Oyama kupa plusz 80 kg-os kategóriájának győztese Michel Wedel, Hollandia. Az első díjakat Kancho Oyama adta át. Második helyezett Michael Thompson, Anglia. A második díjakat Luke Hollander adta át. A harmadik helyezettek Boros Nagy János, Magyarország, és Keska Roman, lengyel versenyző. A harmadik díjakat Steve Arney adta át. A mínusz 80 kg-os kategória győztese Hög Andi, Svájc. Második helyezett Niedziokka Margk, Lengyelország. Harmadik helyezettek Delcsinod Niedziokka, bolgár, és Nigda Costa, angol versenyző. Mínusz 70 kg-os kategória győztese Borza József, Magyarország. Második David Pickthall, Anglia. Harmadik helyezettek Hans Biet, svéd, és Erik Constancia, holland versenyző. Még egy utolsó tabló a fotósoknak, és véget ér az Ibusz Oyama kupa 83 verseny.